Husi! Jézusom! Mi ez a hang? Hus! Bum! Sziasztok! Szóval gyerekek, ja, itt van Husi a lábamnál. Szóval az van, hogy nézzétek csak! Jézusom! Levágtam a hajamat. Nem tudom, mennyire látjátok. Ilyen melligérő most, és nagyon tetszik, és ezt muszáj volt belemondani a videóba, mert ma voltam, és... nagyon tetszik, és a sokkal jobb érzés, mert nagyon hosszú volt, és nem szerettem már. És most végre... Hú, nagyon tetszik, úgyhogy, hogyha nektek is tetszik, akkor lájkoljatok, meg... Ez a kölyök majdnem leesett. Szóval, szia, Husi! Ezt akartam még a videó elején bejelenteni, szóval, hogyha tetszik nektek a haj, mert kíváncsi vagyok, hogy nektek hogy tetszik, nem tudom, mennyire látjátok amúgy. Ne harízzatok, mert félig kimegyek a képből. Szóval, hogyha tetszik nektek ez a haj, akkor légyszi, lájkoljátok ma a videót. Na, annyira kíváncsi vagyok, hogy nektek hogy tetszik ez, mert én nagyon szeretem. Na mindegy, nem ez a lényeg, nem ezt akartam mondani, bocsánat, csak közben szökik a hús. És azt akartam mondani ebbe a videóba, hogy most ez arról fog szólni, hogy elvisszük most a Husit állatorvoshoz, mert most volt idő, és akkor a doki meglátjuk, mit fog mondani. Amúgy már sokkal jobban van, és nagyon sokan mondtátok, hogy ne tejet adjunk neki, meg ilyesmi, és nem rendes tehén tejet adtunk neki, hanem pótló tejet, ami direkt ilyen kis cicákak van, úgyhogy nem kell aggódnotok, mert rendes pótló tejet kapott, olyat, amit neki kell, és már nagyon szépen eszik, sokkal jobban néz ki, sokkal játékosabb, meg szaladgál már össze-vissza, meg már szóval olyan életkedve van nagyon, úgyhogy egész jól javul ahhoz képest, hogy milyen állapotban volt, úgyhogy nagyon örülünk neki, és most fogjuk elvinni állatorvoshoz, és azt is valószínűleg levideózom nektek, vagyis hát így, ha tudok, felveszek pár részt ebből, hogy mi elvisszük állatorvoshoz, és ez a kis videó erről szólna, hogy Husikát viszük állatorvoshoz, ugye bejelentettem, hogy új a hajam, és annyira tetszik, és jaj, nagyon jó. Na mindegy, akkor gyertek velünk! Szóval megyünk orvoshoz, és azért raktuk papucsba, mert nincs még ilyen hordozható cucca, de ebben legalább meleg van, mert ugye kint hideg van. Körülbelül. Hát a mi kertünkben rakta le. Azt mondom, hogy két hetes, de tehát akkor vissza van maradva értelmszerűen. Tehát ezek picik, igen. Mert két hete megvan, és aha, és hogy sikerül etetni, itatni? Ő ez... eszik most rendesen, fecskendővel etetjük. Aha. Ez a panzinak van egy ilyen macska tejpótlója, azt vettem. Aha. Jó. Na, hát megnézem egy picit, nem semmi, de nem elmenni, mert akkor leesik, igen, egy picit, igen, ott tartani, igen, mert elkezdem az elejét nézni. Igen. Igen, azért őket nem egy egyszerű, és széklet, ürítés, ilyesmi van. A képésére is. Igen, igen. Na, van, mert az gond szokott még lenni ilyenkorban, azért az anya, mikor nyalja a hasát, igen, ugye, meg masszírozni kell, de ha ő ezt csinálja, az tök jó. Azért érezni, hogy nem anya teljes, mert pillekönnyű, meg lehet egyébként, hogy sündisznó, úgy néz ki. Jó, tehát ha van széklet, vizelet, meg eszik, akkor ez működni fog. Ezek gyakran azért nagyon nehezen nevelhetők föl, gyönyörű a kötőhártya, nárthásnak nem nárthás. És hogy voltak többen, és az anyjuk lelépett? Öten voltak, és elvitt a többi. Összeset, és őt ott hagyta, és nem értettük, hogy miért. Az a fül is jó. Igen, egy picit a száj. De ő volt mindig a leghangosabb, meg minden a többiek között, szóval mindig ilyen nyugodt volt, és ő így... Igen, azért egy picit igen, talán hasmenés is van. Na ebben a dzsugóban én meg nem látom, itt fél homályban. Hoppá, igen, ez nagyon fiúnak néz ki. Ilyet, hát nyilván nem nulláról nem lehet fölnevelni, tehát ez már akkor volt másfél hetes. Valószínűleg igen, kell. Tehát most három és fél hetes lehet, tehát egy három és fél hetes macska az már egy picit azért nagyobb, tehát ez nagyon, nagyon műtyürke, tehát, de az oltások azok 8-9 hét, tehát két hónapos, tehát soká. Csak hogy majd egy két hét múlva még vagy a pasztát, vagy féreghajtott tablettát megismételni. Jó? Tehát ennyi. Ennek nem fog örülni, mert ennek egyik se örül, és akkor igen, pedig hiába ízesített, de egy picit ott belenyomkorászok. Meg volt a vacsora, igen. Nagyon jó. Oké, jó, tehát ez egy
sűn gyerek. Egyből, hogy igen, ez a védekező mechanizmus, hogy vagy megadja magát, fölhúzza a lábát, le egy tenyérbe is. Na, esély. Fiú elvileg? Én igen, úgy látom itt a fél homályban. Oké, nagyon szívesen. Na hát akkor ennyi lett volna már a hazahoztuk pusit, akkor elvileg egészséges, meg úgy alakította meg a doki, hogy fiú. Szóval akinek tetszett, az nyomjon egy lájkot és iratkozzon föl, akkor a következő húsis videóban találkozunk. De aludt, úgyhogy nem tud elköszönni. Sziasztok!